Megsemmisítette a lakbérek befagyasztásáról szóló berlini törvényt a Német Alkotmánybíróság. A berlini parlament tavaly a 2019 nyarán regisztrált szinten fagyasztotta be a 2014 előtt épült lakások bérleti díjait 2025-ig, ami az Alkotmánybíróság ítélete szerint ellentétes a német alaptörvénnyel. A berlini kormány korábban figyelmeztette is a bérlőket, hogy a megtakarított pénzt érdemes félretenniük, mert nem zárható ki, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisíti a berlini törvényt, és a bérlőknek visszamenőleg ki kell fizetniük a különbözetet. Helyszíni tudósítónk arról számol be, hogy a bérlők amiatt aggódnak, hogy mostantól havonta mintegy 100 euróval többet kell fizetniük. A döntés mintegy 1,5 millió bérlőt érint. Az Alkotmánybíróság ítélete szerint a berlini szabályozás azért érvénytelen, mert a szövetségi parlament már hozott törvényt az ügyben. A Bundestag 2015-ös úgynevezett lakbérfékről szóló törvénye szerint egy tulajdonos vagy ingatlan kezelő bérlőváltáskor legfeljebb 10%-kal emelheti a kezdeti bérleti díjat a térségben jellemző átlagos lakbér fölé. A lakhatási költségek emelkedése a legfontosabb társadalmi problémák közé tartozik Németországban.